Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Polgármester úr, a hét sajnálatos híre az, hogy vásárhelyi katonák is megsérültek Koszovó északi részén, ahol békefenntartói feladatokat láttak el. 12 súlyosabban sérült katonát szállítottak haza repülővel, és a 12-ből 11 vásárhelyi. Összesen a hírek szerint 27-en sérültek meg egyébként. Igen, és hát a legfontosabb az, hogy együttérzésemet szeretném kifejezni a katonáknak és a családjuknak, hiszen ők hősiesen helytálltak egy NATO misszióban, ahova az Orbán kormány képviseletében mentek, miközben az Orbán kormány külügyminisztere azokat a szerbeket bújtotta fel, vagy bíztatta keménységre Belgrádban múlt héten, akik most ebben az összetűzésben éppen a sérüléseket okozták a magyar oldalon, vagy a NATO oldalon. Tehát a kormánynak a szerepe ebben eléggé egyértelmű és negatív. Tehát én nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy egyrészt az a kormány, amely magát békepártinak nevezi, az ismét egy újabb háborús konfliktus szításában aktívan részt vesz. Már a Milorad Dodik boszniai szerb vezetőnek az anyagi támogatása, erkölcsi támogatása és a többi, aki újabb konfliktus szít a Balkánon, Boszniában. Illetve most, amikor a Orbán szövetséges Vučić elnök mozgósít és hadsereggel felvonul Koszovóhoz, és a túloldalt a fellázított szerbek a magyar katonákat sebesítik meg, robbanásokkal, lőtt sebekkel, mint hallhattuk. Orbán a szavakban háború ellenes, de minden hazugság ellenére nem az ellenzék és nem én küldtünk volna katonákat háborús övezetbe, hanem Orbán kormány küld háborús övezetbe, sőt gondoskodik arról, hogy háború is legyen. Tehát végtelenül aljas dolog. Ez ugyanaz, mint a háború kirobbantója Putyint támogatni, és nem a megtámadott ukránok mellett erkölcsileg kiállni, vagy mentőt ajándékozni, mint ahogy mi tettük. Tehát ismét az ellenzéknek a háborúpártisága a vádolása, és közben a magyar sorkatonaság, fegyvergyárak, fegyverszállítás, szankciók megszavazása, sőt újabb és újabb háborús konfliktusok szítása. Ez az Orbán kormány mérlege, és végtelen szomorú vagyok, hogy nem csak egyszerű magyar állampolgárok az áldozatok, hanem ráadásul még itt városunkban személyes érintettség okán nagyon nagy részben vásárhelyiek. Mennyire egyértelmű az, máshol is lehetett erről olvasni egyébként, de mennyire egyértelmű az, hogy olyan szerbek vettek részt ebben a zavargásban, akik nem is ott laknak, hanem lehet, hogy Belgrádban egy gyűlésen vettek részt, és aztán egy-két nap elteltével megjelentek itt ebben a forrongó övezetben. Én inkább azt hangsúlyoznám, nyilvánvalóan olvasni lehet hasonló híreket, beszámolókat. Én Szijjártó Péternek és Orbán Viktornak a szerepét szeretném kritizálni egy újabb és újabb háborús konfliktus kirobbantásában, ahol ráadásul magyar katonák sérülnek meg, akiket oda vezényeltek. Egyébként NATO misszióban ez meg azért érdekes, mert tavaly még az én szavaimat azzal akarták kiforgatni, hogy egy NATO misszió az csak védekező jellegű lehet, és ezért elképzelhetetlen, hogy magyar katonák vegyenek részt NATO misszióban. Hát az afgán, a bosnyák vagy a koszovói NATO missziókban mindig, az Orbán kormányok alatt is mindig részt vettek magyar katonák, és mint mondtam, most meg is sebesültek. Úgyhogy mondom, ennyit a kormányunknak a háború ellenségéről, éppen azért felelősek. Én emlékszem még arra is, amikor Orbán legutóbb a békét követelte, és egy békemisszión járt Moszkvába, és 3 hétre rá kitört a háború. Tehát Orbán, ha valamit békét hirdet, abból előbb-utóbb sajnos háború szokott lenni, és itt kimondottan a konfliktust szító Putyin Vučić tengelyt támogatja ugye Boszniában is, és koszovói konfliktusban is. Nagyon veszélyes ez. És ráadásul a Magyarországnak most hamarosan, hogyha ez kiteljesedne háborúvá, akkor már nem egy, hanem két szomszédja is közvetlen háborúban lenne. Az egyik helyen ott vannak a magyar katonák is. Ukrajnába Orbán csak fegyvereket szállít, és engedélyezi a fegyverszállítást, meg a szankciókat megszavazta. Szerbiában viszont a háborús bújtogatásban is érintett, és ott magyar katonák is vannak. Közben ön is szerepel abban a háború, a baloldali, a baloldal háborúpárti, foglaljuk így össze, című videóban, amit hát a YouTube-on, az online felületeken hirdetnek sok-sok pénzért. Nem tudok már úgy megnézni egy felvételt, vagy
beszámolót a YouTube-on, hogy ne jöjjön föl nekem is a bennünket háborúpártisággal. Tehát több szempontból hazug, soha nem voltunk háborúpártiak is, és soha nem voltam baloldali sem. De tudjuk, hogy az Orbán kormány és a Fidesz propaganda az rendszeresen olyanokkal vádolja az ellenfeleit, amit ő saját maga követ csak el. Ezzel próbálják a saját bűneikről elterelni a figyelmet, hogy mindenkit vádolnak. Migráns betelepítéssel, miközben most bocsájtottak szabadon 600-nál is több embercsempészt. Ami miatt az osztrákok határzárat vezetnek be, ellenőrzést vezetnek be a határon, a szlovákok ugyanezt fontolgatják, a Soros elnökségből akarják kizárni Orbán Viktort. Tehát nagyon szomorú, amit látunk, hogy az elmúlt időszakban Orbán nem csak hogy a háborús konfliktusokat élezi, és abszolút háborúpártian a vádakkal ellentétben ő egyedül háborúpártian nyilvánul meg, hanem az Európai Uniós vagy NATO kizárásunkat is kockáztatja. Ha az NATO-nak választani kell Svédország és Magyarország között, számomra nem kérdés, hogy Svédországot fogják választani, viszont Magyarország NATO védelem nélkül még a szomszédaitól sem tudná megvédeni magát, nem egy Putyintól. Térjünk át hazai ügyekre. Szolidaritási adó kérdése most elég forró téma lett az önkormányzatoknál. Én mondom a hódmezővásárhelyi számokat. 144 milliót kellett tavaly fizetnie Hódmezővásárhelynek, idén kell ennek a dupláját, 288 milliót, és hogyha kollégáink számítása a Hotpressnél helyes, akkor akár 372 millióra is emelkedhet jövőre a város által fizetendő szolidaritási adó. Hát ez pedig azért is felháborító, mert Hódmezővásárhely az egyetlen megyei város, amely a Fidesz kormánytól Lázár Jánosnak hála egy fillért nem kapott rezsitámogatást. Az egyetlen ilyen megyei jogú város, nincs még egy olyan város, ahol a képviselő annyira gonosz módon ellene dolgozott volna a saját városának, mint itt Hódmezővásárhelyen. Tehát semmilyen magyarázatot nem tudnak adni arra, hogy Hódmezővásárhely miért nem kapott rezsitámogatást, amikor egy velünk azonos méretű és háromszor nagyobb adóbevétellel rendelkező Nagykanizsa 576 millió forint kapott például. Ugyanez igaz az úszodák támogatására is. Szeged, ahol egy időre be is zárt az úszoda, az mintegy 200 millió forintot kapott, ha jól emlékszem, az elmúlt fél évben. Hódmezővásárhely, amelynek ígérgettek még tavaly támogatást, valószínűleg szintén Lázár János tevékenységének a következtében nem kapott egy fillér úszoda támogatás sem. Tehát mindent megtesznek azért, hogy Vásárhelyet is ellehetetlenítsék, de ez nyilván kisebb mértékben más városok is ki vannak téve ennek a veszélynek. Én büszke vagyok azért, hogy mi Hódmezővásárhelyen nem zártuk be az úszodát ennek ellenére, hogy mi nem fogjuk agyonadóztatni a város lakóit, mint a Fidesz tette 2018-ig. Mi megszüntettük az építményadót, sőt most meg fogjuk szüntetni a földadót is, úgy hallom. Mi voltunk az egyetlenek, akik ezt a földadót... De ezt nem saját akaratból? Nem, ezt a kormány döntése nyomán fogjuk megszüntetni, de addig is mi voltunk az egyetlenek, akik a nem csak hogy egyéb terheket, mint a mezőri járulék és hasonlókat nem vetettünk ki a gazdákra, de a nem gazdákra kirót földadót is, minden olyan esetben, amikor szociálisan érzékeny volt, azt elengedtük, és a teljes befolyt összeget a szegények között osztjuk szét. Tehát ez egy óriási különbség más fideszes városokkal, ahol a földadót azt a saját bevételei közé sorolták be. Mi ezt kizárólag a szegények támogatására vezettük be ebben a nagyon nehéz válságos helyzetben, amiben a kormány sodorta az országot. Tehát mindesetre én azt gondolom, hogy Hódmezővásárhely még így is helyt tudott állni. Látjuk az egyre fokozódó terheket. A számítás arra alapul, hogy a szolidaritási adónak az összegét a 2024-es költségvetésbe, amelyet már benyújtottak ugye a parlamentben, 30%-kal növelték, de nem tudjuk még az elosztását. Tehát sajnos még az is elképzelhető, és nem ötleteket akarok adni, hogy bizonyos városok nagyobb mértékű növelést szenvednek el, mások kisebb mértékűt, és hát megszokhattuk azt, hogy Hódmezővásárhely általában nem. Na de hát ezt adóerő alapján kell, hogy kiszámítsák. Általában igen, de ezt még lehet súlyozni, akár a város méretével, és a többi, tehát láttunk már ilyet nagyon sok esetben, amikor például 25 ezernél húzták meg azt a határt, ameddig 100%-ban kompenzáltak, ugye a Covid idején elvont forrásokat, és hát ugye pont az az összeg volt az, ahol a politikai meg az a fölötti városoknak volt a nagyobb része ellenzéki. Tehát ilyeneket sajnos szoktunk látni. A mi számunkra az az érdekes, hogy Hódmezővásárhely például januárban nem több pénzt kapott a kormánytól, mint az előző évben, hanem kevesebbet az akkori megállapítás szerint. Azóta egyébként bér támogatásra kaptunk valamennyi pénzt, minden más várossal együtt, tehát most már azt lehet mondani, hogy egy enyhén magasabb összeg jut Hódmezővásárhelyre a költségvetésből, mint tavaly.
de 25%-os inflációt messze nem fedezi, és jövőre is ez a tendencia látszik. Azt látjuk, hogy az adó bevételeink az idén ugyan az infláció miatt az iparűzési adóbevételek valószínűleg meg fognak növekedni, jövőre viszont már a szolidaritási adókán el fogják vinni, akkor, amikor a belép majd a saját bevételeink csökkenése is. A vállalkozásoknak nehéz helyzete van, ebből adódóan jövőre vásárhely is várhatóan már a vállalkozásoktól egy csökkenő adó mennyiségre számíthat, és a kormányzati támogatásnál is azt látjuk, hogy csökkenni fog, tehát a jövő év sem lesz könnyű. Hódmezővásárhelyen 5 éve küzdünk azzal mindig, hogy a csökkenő kormányzati támogatás elvont források mellett mi az elődeink lopásai, csalásai, ki nem fizetett számlái miatti lemaradásokat, adósságokat kell kifizessük, pótoljuk, és egyben hatékonyságban, tisztességben, becsületes versenyben meg kell spóroljuk azt a pénzt, amelyet tőlünk elvesznek. Ezt eddig nagyon ügyesen csináltuk, azért van, hogy tavaly is 2,4 milliárdot fordítottunk fejlesztésre, most is szerintem hasonló összeg lesz, nagyon sok fejlesztésünk folyamatban van. Mi még tisztességgel, becsülettel a várost mindig előre tudtuk vinni és fejleszteni tudtuk. Közben keletkezett egy kellemetlen ügy, ami a közgyűlésen nyilvánosságot kapott. Erről nekem az jutott eszembe, hogy Donát Annát nem tudom mennyi idővel ezelőtt, két-három évvel ezelőtt azzal vádolta meg a kormánypárti sajtó, hogy talán egy fesztiválon zaklatott egy lányt. Most a helyreigazítások... Közben édesanyja lett? Most a helyreigazítások kora jött el, de hát 2-3 évvel később, mint hogy ebből ügyet csinált a kormánypárti sajtó. Hát ez a... Párhuzamba állítható ez a Fejes Péter elleni váddal? Hát ez abban a sorozatban illeszkedik, amire az előbb már mondtam, hogy bennünket vádoltak háborúpártisággal, éppen a háborúpárti Fidesz. Bennünket hazugmódon rágalmaztak azzal, hogy mi betelepítünk migránsokat, miközben a Fidesz 10 000 számra telepíti be a migránsokat, köztük körözött bűnözőket. És hát hasonló a szexuális zaklatások és bűncselekmények és visszaélések esetén is a mérleg. Én valamiért a Gréci Zsolt kivételével azt láttam, hogy ezek az aberráltak, ezek fideszesek voltak. A pedofilok fideszesek voltak. Nem tudom, hogy miért, valószínűleg ők nem tudom, hogy egy kaletát miért kellett hazamenekíteni. Peruból miért kellett néhány 100 000 forint megfizettetése után ráengedni szabadon a magyar gyermekekre egy közveszélyes pedofilt. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány megint szavakban a gyermekek védelméről beszél, a valóságban azonban az aberrált bűnözőket szabadít rá a magyar társadalomra sorozatosan. És mindeközben mindenkit mást igyekszik ezzel vádolni. Itt most sajnos a Kis Andrea, Tatár Zoltán, Krupicer kör áll a Fidesz támadása mögött. Ők azok, akik egy soha semmilyen nyilvánosságot nem kapott, semmilyen hivatalos irat nem volt. Tatár Zoltán saját magának készített 3 évvel ezelőtt egy feljegyzést, amit most kiszivárogtatott. Ezt a feljegyzésnek semmilyen alapja nincs, nem beszélt sem az egyik érintettel sem beszélt, mielőtt ezt a feljegyzést elkészítette, hozzá nem kérte meg őket. Ezt a kérdést annak idején valóban megbeszéltük, ott fölmerült, és rögtön megállapítottuk, hogy nem volt ügy. 3 évvel ezelőtt ez a kérdés, amikor felmerült, akkor megnyugtatóan le is zártuk. 3 év után ezt felmelegíteni és ebből hazugrágalmakat kreálni, hát az nagyon szomorú, de még egyszer mondom, jellemző a Kis Andrea, Krupicer, Tatár Zoltán körre is, jellemző a Fidesz sajtójára is. Nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen 3 évvel ezelőtt már akkor lezárt, megnyugtatóan lezárt, meg nem történt eseményekre hivatkozva lehet tisztességben megőszült családapákat rágalmazni hazugságokkal. Én azt remélem, hogy a vásárhelyiek egyrészt ismerik Fejes Péter képviselő urat, és pontosan tudják, hogy semmiféle nem történt. Az érintett szerint sem történt ilyen, tehát soha föl sem merült ilyen, csak Tatár Zoltán dokumentumában merült föl, sehol a valóságban föl nem merült szexuális zaklatás. A szexuális zaklatás, én azt gondolom, legalábbis egy a vak komondorok országában, ahol itt sajnos az asszonyverésnek hagyománya van, vásárhelyen is több elődömet rágalmazták vagy támadták ezzel. Ebben az országban, ahol a borkaik vannak, kaleták vannak, és nem sorolom föl azt a rengeteg tényleg sajnálatos eseményt, ami miatt ez a téma, ez valóban fontos. Ezt ártalmatlan emberek támadására kihasználni, és
olyan sunyi módon rágalmazni, hogy ezt a dokumentumot is egy névtelen oldalon osztották, meg nyilván a Tatár Zoltán dokumentumáról beszélek, egy névtelen oldalon megosztják, majd Bálint Gabriella rákérdezők közgyűlésbe, és innentől kezdve ellepi a téma az országos sajtót. Szóval amikor az arcát nem volt hajlandó fölvállalni Tatár Zoltán, mert pontosan tudja, hogy ez egy hazug rágalom. És ilyen sunyi módon szivárogtatták ki ezt a dokumentumot, és ebből utána ügyet csinálni. Igen, itt Fejes Péter természetesen perelni fog, hogyha bárkit nyilvánosan ilyennel vádolja, hiszen nem történt ilyen, de azt gondolom, hogy mindennél többet elmond az, hogy annak idején, ha lett volna ilyen, Tatár Zoltánnak kellett volna feljelenteni. Az egyértelmű, hogy Tatár Zoltán utalt is rá, azt hiszem korábban már Facebook bejegyzésében, hogy milyen ügyeket hoz elő, és egy ilyen ügy is szerepelt a leírásában. De hát meg az a polgármester úr honnan gondolja, hogy Krupicer Ferenc és Kis Andrea is ott van Tatár Zoltán mellett ebben az ügyben? Hát egyrészt volt egy levél, amiben Kis Andrea egy vakmásolatban kapott levélre válaszol. Másrészt Krupicer Ferenc rendszeresen a Fidesz sajtóval megegyező tartalmú pontjaival és a többiben megegyező megkereséseket ad be a Városházán. Pontosan ugyan a feleségem elleni támadástól kezdve mindegyiket szisztematikusan, pontosan ugyanazokat. Ebben a konkrét ügyben is ott van Tatár Zoltán mellett a két. Hát Kis Andrea neve elég sokszor szerepel ebben a dokumentumban, ami most kiszivárogott, tehát önmagában is természetesen erről be kell, hogy tudjon számolni. Én általában beszélek arról a támadás sorozatról, amelyet most a ellenzékből kilépett, úgy tetszik a város vezetést támogató körből kilépett képviselők, és Tatár Zoltán támadás. Kis Andrea közösen perel engem többek között, együtt jelentettek föl bíróságon. Tehát én azt, de a feleségem letámadásában is ugyanez figyelhető, meg mindenütt én azt látom, hogy ez a kör, ez valamiért. Nem tudom, hogy a sértődöttségen kívül mi okuk van, mert valóban nyilván mindannyiuk azt kell mondjam, hogy adott okot arra, hogy én nem kívántam együttműködni velük. A sértődöttségén kívül nem tudom, hogy mi okuk van a Fidesszel való együttmozgásra. Közben a Városházán a jogi csoport vezetőjéből aljegyző. Jogi irodavezetőjéből. Így van, dr. Petrovics György aljegyző úrnak. És ezért most irodavezetőt keresnek. Most irodavezetői állás ürült, és akkor nagyon szívesen felveszünk egy tapasztalt szakembert, remélem, hogy fog megfelelő jogász jelentkezni. Erősítjük a Városháza jogi csapatát. Őszintén szóval eddig én voltam az egyik akadálya annak, hogy nem volt egyszerre betöltve a jegyző, aljegyző és jogi irodavezető pozíció már az elmúlt 5 évben elég sokszor. Most azonban éppen okulva abból, hogy sokszor a nagyon kiváló kollégáim is megunják a sok veszültséget, támadás, lejárató kampányt, és ugye nagyon gyorsan egymás utánba távoztak kollégák, hogy egy későbbi, remélhetőleg ilyen nem fog még egyszer bekövetkezni, de tudjuk, hogy milyen atrocitásoknak vannak kitéve, akik egy tisztességes városvezetés mellett hajlandóak kitartani és dolgozni. Úgyhogy a biztonság kedvére azt gondolom, hogy mind a három pozíciót betöltjük. Most kivételesen mind a három pozíciót betöltjük, és ha már itt tartunk, akkor hasonló igaz arra is, hogy a HVS-HMS-nek is új vezérigazgató. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy van-e kinevezett új vezérigazgató? Így van, és hát hál' Istennek ismét egy tapasztalt szakembert tudtunk leszerződtetni, aki korábban az Algyői, azt hiszem Gyeviépnek nevezett önkormányzati céget vezette talán 9 éven keresztül, és nagyon pozitív, jó referenciákkal érkezett hozzánk, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egy tapasztalt önkormányzati cégvezető fogja mostantól a HVS-HMS cégeket igazgatni. Úgynevezett kooperációs megbeszélést tartottak a Tóth Malom utca ügyében. Mi, akik önkormányzati fejlesztéseket követünk nyomon, híreket, információt adunk közre, már találkoztunk ezzel a kifejezéssel, de mit is takar a nézők számára az, hogy kooperáció? Hát azt gondolom, hogy a vásárhelyeknek a legjobb hír ebben az, hogy a Tóth Malom utcának a meghosszabbítása, a laktanyától a szennyvíztelepig tartó hiányzó szakasz megépítése elindult végre. Tehát ez a jó hír, és az építkezés időtartama alatt, ez egy viszonylag néhány hónapos munkáról van szó, minden héten fognak találkozni a szakemberek, ott lesz majd a MÁV szakembere is, hiszen közvetlenül a MÁV terület mellett épül ez az út, még egy MÁV adatkábel is megy az út mellett közvetlenül. Most ez volt a témája az
apropója ennek a tegnapi megbeszélésnek. Az alföldvíz szakemberei ott lesznek, hiszen nekik pedig egy nyomó vezetékük halad el ez alatt az út alatt a szennyvíztelep felé, úgyhogy, és természetesen a városháza munkatársai, de szükséges esetben akár a gáz- és áramszolgáltató cége képviselői is rendszeresen a tervezővel együtt, ugye ki tud reagálni a kérdésekre, a kiviteli terv alapján, amikor megvalósul ez az építkezés, akkor ott majd ilyen feltáró kutatásokat végeznek, biztosítják, hogy valóban ott van a kábel, ahol a terveken és a közműtérképen szerepel. Tehát ez az operatív működés. A mi számunkra egy valami, a jó hír, elkezdődött a munka. Tehát remélhetőleg néhány hónap múlva a Laktanyától Újváros, Susán vagy akár a Tesco felé egy rövidebb úton mehetnek majd az autósok. A Bordás utcában mikor kezdődhet el a munka? Hát ez egy nagyon, ennek a készbeszerzését írtuk most ki. Ez összegszerűen egyébként valószínűleg még nagyobb munka lesz, mint ez a hiányzó szakasz a Tóth-Malom utca hosszabbításából. Bordás utca ez a, talán ki lehet jelenteni, hogy a legforgalmasabb új Kishomoki utca. Abban is biztos vagyok, hogy ez a legrosszabb állapotú. Ez egy 800 méteres, tehát több mint kétszer olyan hosszú, mint az előbb említett út. Igaz, itt volt korábban út, de az útalapot nagyon sok helyen cserélni kell. Óriási kátyúk vannak. Nagyon sokan azt az örömöt, hogy mi az új Kishomoki játszótér mellett most megépítettük a közösségi házat. Ezt az örömöt is sokan azzal a keserű megjegyzéssel kommentálták, hogy a kátyúkat kellene előbb új Kishomokon kijavítani. Úgyhogy az ő számukra külön öröm az, hogy már a közbeszerzés elindult. Ez egy feltétles közbeszerzés, tehát erősen függ a kapott ártól, de én őszintén remélem, hogy egy 240 milliós tervezett összeg alatt meg tudjuk csinálni. Most olyan gazdasági válság van Magyarországon, hogy az útépítő cégek azok kapkodnak a munkákért. Tehát most a cégek versenyeznek azért, hogy minél akármilyen jó áron, versenyképes áron is, de legyen munkájuk. Így a város most abban az előnyös helyzetben van, hogy azok a munkák, amiket most pályáztatunk, azok hál' Istennek versenyképes áron elvégezhetőek. Ha már új Kishomok került szóba, és érintőlegesen a közösségi ház is, akkor vasárnap ezt a közösségi házat átadják ünnepélyes keretek között. Ezzel lezárul az olvasókörök felújítása és új közösségi ház építése projekt. Majdnem lezárul, még az Észak utcán is lesz majd egy közösségi házavatás, remélem, hogy hamarosan. Ott is jól áll az építkezés, de valóban maga... Már az egy másik projekt része. Az egy másik projekt része, így van. Így van. Ez a CLLD projektnek a része, most azon gondolom, a másik az pedig a lerombolt városi övezetek felújítása, igen, a 118 lakásos felújításnak egy része. Nos, valóban, tehát itt új Kishomokon volt az egyik olyan, szinte egyetlen olyan területünk, azt kell mondjam, ahol nem volt olyan közösségi helyiség, ahol össze tudjanak jönni a helyiek, hogy egy ballagáshoz, névnaphoz, születésnaphoz, vagy nagyobb, egy évfolyam találkozó, vagy osztálytalálkozó szervezéséhez egy akár 50-60 fő együttes jelenlétét lehetővé tevő épületet most hoztunk létre. Közvetlenül ott van egy ovifoci pálya, van egy játszótér, kúttal, most ez a közösségi ház parkolóval, rokon parkolóval. Én azt gondolom, hogy új Kishomok rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Ezt is fogjuk ünnepelni ezen a most vasárnapi családi napon. Jöjjenek el minél többen. A szórakozásról, főzésről gondoskodunk. Reményem szerint még akár az egyesületünk is, ha tudunk elég embert mozgósítani, akkor ha a ládavasutat nem is raknánk össze, de gokártokat, markolót, kisebb gyermekjátékokat, azt szerintem mi is ki tudunk vinni, hogy a családok tudjanak szórakozni. És egyúttal a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódva olyan programok is lesznek ezen a vasárnapi ünnepélyes átadón, ami az összetartozás szimbolizálja valóban. Így van, hát véletlenül most pont arra a napra esik, ahol egyébként ugyanez a Nemzeti Összetartozás napjai már 20, több mint 20 éve, ez egy pozitív színezetet adott a trianoni gyásznapnak, de attól még mi gyászolunk, tehát természetesen erről is emlékezni fogunk, igen. A kőfal egy újabb szakasza került most a felújítás fókuszába. Melyik szakaszt újítják meg? Hát most ide a stúdióba jövett, éppen ellátogattam, megnéztem ezt a most felújításra már átadott szakaszt. A Szentkirály utcától a Betlen gimnázium felé, hogy így mondjam, tehát azon a szakaszon kezdtek most dolgozni, de a mi célunk az az, hogy úgy, ahogy megújítottuk a kórháztól a Betlen gimnáziumig, a kőfalat az előző években, most az idén a Rotary sétány, gyönyörűek a növények, fantasztikus az a mezei virág özön és harmónia, amit ott láthatunk,
Úgyhogy tényleg nagyon fontos, hogy a rovaroknak is annyira veszélyeztetett, és az egész emberiséget egyébként nagyon fenyegető rovarpusztulást megakadályozandó, itt egy nagyon szép rotari ligetünk van. Tehát ezzel párhuzamos falszakaszt újítjuk most föl, és utána folytatódik majd ez a Nagy Imre sétányig, illetve hát ha Bagolyvárig talán így mondom, vagy Kaszab utcáig fogjuk majd folytatni. Az is az idei terve között van már. A kőfal alatti területből ott fognak megnyitni? Így van, pont ezen a most említett szakaszon a Rotary sétány alatt van a 13 és 13 per A házszámok a Tóai utcában. Ennek az elbontását, tervezést már megnyerte egy vállalkozó, egy vásárhelyi vállalkozó, Novák Péter és társulata, és azt gondolom, hogy egy-két hónap múlva, ha a terv elkészül, akkor majd annak a háznak az elbontását is, egy bontási terv kell hozzá, az elbontását is megpályáztatjuk. Arra is reméljük, hogy akár vásárhelyi vállalkozó fog pályázni és nyerni, és akkor ott egy újabb kőfal szakasz szabadul ki. Egyben a múlt heti közgyűlésnek hadd említsem meg azt a folyamányát, hogy az összes érintett kőfal alatti ingatlanra elővásárlási jogot jegyeztet be az önkormányzat, erről döntöttünk múlt héten, azaz folytatni fogjuk azt, hogy megvásároljuk azokat az ingatlanokat, amik felszabadulnak, és nyilván pláne, ha olyan állapotú, mint ez a mostani is, akkor az elbontásával fokozatosan szabadítjuk ki a kőfalat. Még 60 évvel ezelőtti elődeim döntötték el azt, hogy újabb épület ne épüljön a kőfal alá. Valóban nyugati példák vannak arra, ott várfalak, itt városfal, az, amit egy nagyon szép látványossága lehet tenni. Terveink szerint több szakaszát ki is fogjuk világítani, tehát hogy este egy suruló fényes megvilágítással valódi ékessége legyen az a kőfal városunknak. A korábbi időszakban az önkormányzat megbízásából jártak az iskolabuszok, és nem csak úgy, mint most, hogy az óvodásokat szállítatja az önkormányzat iskolabuszokkal, hanem az általános iskolai korosztály is az önkormányzat által felkért társaság buszaival jött iskolába és ment haza. Aztán egy ideje a tankerület úgymond magához vette ezt a feladatot. Mi is beszámoltunk többször arról, hogy sikertelen pályáztatás volt, drága ajánlatokat kapott a tankerület erre az iskolabusz szolgáltatásra. Most a legfrissebb hír, amit a gyorshírszolgálatón lehet olvasni, az arról szól, hogy szeptembertől 86 millió forintra emelkedne a tankerület által igénybe vett iskolabusz szolgáltatás, és ezt már nem tudja a tankerület vállalni. És az önkormányzat felajánlotta, hogy visszaállhatna a régi rend kevesebb pénzért. Így van. Ha a gyerekek számítanának egy csöppet is ebben az országban, ha nem csak a lopás lenne a fontos, akkor egészen biztosan nem változtattunk volna azon a gyakorlaton, hogy mi önkormányzatunk együtt szereztette be a legolcsóbb, leghatékonyabb áron az iskolabusz szolgáltatást a önkormányzatra tartozó óvodák gyermekeinek, akik külterületről járnak be, a tankerülethez tartozó iskolák gyermekeinek és a református fenntartó kezelésében levő iskolák gyermekeinek. Tehát a református egyház, de akár a katolikus is, hogyha a Liszbe járna éppen valaki például, vagy a kertvárosiba, de mindesetre ott érintett csak a református iskoláknál volt. Tehát az egyházi iskolák, a tankerület és az önkormányzat együtt szerezte be a buszszolgáltatást, és gyerek arányosan szétosztotta. Ez volt a leghatékonyabb. Sajnos utána az együttműködés hiánya, tehát látszott, hogy ott is politikai parancsa, politikai bosszúból nem voltak hajlandóak együttműködni velünk. És azt láttam, hogy például a tankerület esetében ők külön pályáztattak. Nyilvánvaló, ha ugyanarról a településről sokszor testvérpárokat is, az egyik gyereket az óvodásokat az önkormányzat busza hozza be, a másik gyereket az iskolásokat a tankerület busza hozza be, fölösleges két buszt járatni. Úgyhogy ezt a gyakorlatot meg is szüntettük, hiszen mi azt mondtuk, hogy nekünk a gyermek a fontos, és a költséghatékonyság a tisztesség. Úgyhogy ha a tankerület nem hajlandó a mi hatékonyabb, olcsóbb, lopásmentes szolgáltatásunkat igénybe venni, akkor mi csatlakozunk az övékhez. És így mind a mai napig egyébként a gyerekek szállítását a Volánbusz végzi, és az óvodások és iskolások is ugyanazzal a buszjárattal járnak be. Most hallottam én, amikor Szikáncsi családi napot rendeztünk szombaton, az ottani gyerekek szülei panaszkodtak, hogy
erre a 86 millió forintra hivatkozva, a tankerület már azt mondta nekik, az ő állításuk szerint, hogy szeptembertől nem is lesz iskolabusz, hanem majd nekik a 7 óra 5-ös szikáncsi autóbuszra föl kell rakni a gyerekeket, és be kell küldeni, és kapnak bérletet hozzá, és majd itt a városon belül majd valahogy elosztják őket. Most nyilvánvaló, hogy ha a tankerület ezt meg is csinálja, az önkormányzat az óvodás gyerekekkel nem teheti meg ezt. Én nem gondolom, hogy felügyelet nélkül óvodás gyerekeket föl lehet pakolni menetrend szerinti volánbuszjáratokra. Úgyhogy mi továbbra is felajánljuk azt, hogy akkor térjünk vissza a 2 évvel ezelőttig jól bevált gyakorlathoz, akkor csatlakozzanak hozzánk a tankerület és az egyházi fenntartók is. Mi megszervezzük az iskolabuszt féláron, tehát tényleg az a 86 milliós ár, ez nagyon soknak tűnik. Én most Jovány Gyulát megkérdeztem, hogy amikor ő pályázott legutóbb, akkor az mennyi volt, azt mondta, havi 3 millió volt. Kérdeztem, hogy most mennyivel több ez, hiszen tudjuk, hogy az üzemanyagok brutálisan megdrágultak. Ő azt mondta, hogy továbbra is azt gondolja, hogy évi 40 millió alatt megoldható lenne ez a kérdés. Hát ha ez fele annyiba kerül, akkor miért nem fogadja el a tankerület, az egyházi fenntartók a gyermekek érdekében? A legköltséghatékonyabb, mert tisztességes, mert hatékony, mert környezetbarát és mert korrupciómentes megoldást is nem társul az önkormányzattal. Mi ezt a problémát meg tudjuk oldani. Hát ha valaki nem megoldani akarja a problémát, hanem kreálni, akkor sajnos nem lesz megoldás. Van-e izomláza a gyereknap után? Ládavasútra gondolok. Így van, így van. Hát végül nagyon sok, nem csak én, hanem sok önkéntes, hál' Istennek, a Mindenki Magyarország a Mozgalom és Tiszta Vásár Értelmet Egyesület önkénteseivel, feleségemmel együtt pakolgattuk a ládákat, és görgettük le a gyereket egyfajta hullámvasúton. Ugye itt mi városunkban ez egy ritka attrakció, és majdnem olyan népszerű volt, mint az Ugrálóvár. Az Ugrálóvár volt talán a legnépszerűbb, úgy láttam. Ez a ládavasút is az volt, de volt arcfestés ezen a gyermeknapon vasárnap. Volt tombola, volt ingyen elvihető társasjáték, volt az Értelmi Fogyatékosok Egyesületének a szervezésében szintén ilyen kistáskakészítés, illatszatyorkészítés, én magam is készítettem egy levendulás kis párnácskát például náluk, de sok más civil egyesület ott volt, a KIJAG, Roma Kulturális Egyesület nem csak egy arcfestéssel is műsora, hanem egy együttesük által, a Búza Családi Band által előadott koncerttel is hozzárult, vagy éppenséggel Galambos Kornél, Fideszes képviselőasszonynak az egyesülete, a Crystal Dance is fellépett a Mazsoret produkciójával. Én azt gondolom, hogy ez egy tényleg civil egyesületek által mindkét oldalról támogatott, nagyon népszerű, nagy látogatottságú, szép és viszonylag olcsó családi, városi gyermeknap volt. A gyerekekkel kapcsolatos az is, hogy az Európa Parki játszótér kötélpiramisa immár birtokba vehető. Így van, hát ez a kötélpiramis volt a koronája annak a fejlesztésnek, amire ez, erre az egy játszótérre önmagában 15 millió forintot költött az önkormányzat az elmúlt 2 évben. És ez illeszkedik egy nagyobb 100 milliós fejlesztésbe, ami a játszótereink szabványos szintrehozását és minőségi fejlesztését produkálta. Nagyon szeretnénk, hogyha a Lázárné egyes Megyeri Zitának az egyesülete átadná a még tulajdonukban lévő, nem tudom, hogy milyen érdekes módon ott maradt játszótérjelemeket, és akkor az önkormányzat valóban felelősen egy kézben tudna gazdálkodni, és tökéletesen szabályos állapotba hozni minden játszótéri eszközt, minden városi játszótéren. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, és ez ugyanannak a családbarát, békés, biztonságos, zöld vásárhely koncepciónak a része, mint a csúszdapark a strandon, vagy mint a családi nap a Rabcsák András utcán, vagy az ifjúsági klubunk a Rabcsák András utcán, vagy a hamarosan épülő játszóházunk. Ez az egyesület a Facebook oldalán egy közleményt jelentetett meg talán 2 héttel ezelőtt, már nem tudom pontosan, de jogi lépéseket helyeztek kilátásba. Amennyire ki lehetett hámozni a közleményből, azért, mert önök azt mondták, hogy önkormányzati pénzt kapott ez az egyesület, és ebből szépítette a játszótereket. Nem én, hanem a Magyar Narancs írta le, hogy Lázár János azt hazudta, hogy az önkormányzati támogatásoktól, pénztől teljesen függetlenül működik a feleségének az alapítványa, illetve egyesülete. Itt ugye ez egyesület alapítvány, ezen lehet, ugye nem tudjuk mi sem egészen pontosan, hogy milyen alapon van egy egyesület és alapítvány is, és hogy most mikor, melyik kicsoda. De mindesetre ehhez a karitatív
célra a gyermek játszótereket fejlesztő, majd sajnos a tulajdonjogát megtartó egyesülethez igenis került önkormányzati pénz. Ezt egy 2017. decemberi Magyar Narancs cikkben részletezték, ahol az egyesületnek a beszámolójára hivatkoztak, de mi megnéztük az önkormányzatunknál is, és azt hiszem, hogy 2,5 millió forint az kimutatható, hogy került önkormányzati pénz az egyesülethez. Vagy az alapítványhoz, tehát még egyszer mondom azt, hogy most melyik az alapítvány, melyik az egyesület, ez számomra nem mindig egyértelmű. Az alapítványhoz, bár a beszámolóból pontosan nem derül ki, hogy melyik önkormányzati pénz, melyik állami pénz, melyik gazdasági szervezet, de a Hódmezővásárhely megyei jogú önkormányzata névvel szerepel az alapítvány beszámolójában, nem is egyben, hogy támogatást kaptak. Igen, mondom, ennek az ellenkezőjét állította Lázár János, én szerintem a újságírók jogosan mondják azt, hogy hazudik. Végezetül. De bocsánat, én csak annyit szeretném mondani, tehát ez egy másik kultúra. Tehát az amikor most tényleg a nem csak Mészáros Lőrincnek az építőipari cégéből vettek ki 18 milliárd forintnyi osztalékot, ami önmagában több, mint Hódmezővásárhely teljes költségvetése. Tehát egy óriási pénzről van szó. Ennek a kétszeresét vették ki a Lázár János által támogatott dohánymonopóliumnak az osztaléka formájában. Tehát valakinek azt számít, hogy hogyan lehet milliárdokat kisíbolni. Állami juttatásokból, állami megbízásokból. Van, aki pedig nem az államtól, nem az önkormányzattól kap támogatást, viszont azt, amit létesít belőle, játszótéri elemeket, azt átadja nagyvonalúan ingyen a közösség tulajdonába, és nem megtartja a tulajdonát. Ez egy másik kultúra. Végezetül a felnőttekkel is foglalkozzunk a játszóterek után, bár gyerekeket ugyanúgy érint, ez a szúnyogügy. Ez mindenkit érint, így van. Írtják-e a szúnyogokat? Vagy gyérítik-e, ahogy igen, a most már nem szabad őket írtani. Szakkifejezés igen. Mondja. Igen. Természetesen igen, már a múlt héten is volt, és ezen a héten folytatódik a szúnyogírtás. Jövő héten lesz egy nagyobb kampányszerű megrendelés. Szerződésünk él folyamatosan a vállalkozó, amikor tudja gyéríti a szúnyogokat. Ami tudni kell róla, hogy nyilván az esős időben nem csak a fűnő gyorsabban, és az ellen is dolgoznunk kell, és meg is tesszük, hanem a szúnyogok is jobban szaporodnak. Még biológiai szúnyogírtást is bevetettünk az idén is, nem először egyébként a Szúnyogsziget. A Mártéi üdülőkörzettel szemben lévő szűgyök szügetnél kísérletezünk most biológiai szúnyogírtással, de én azt gondolom, hogy a hagyományos melegködös eljárás az eddig eredményes volt, és továbbra is mi ragaszkodunk ehhez. A szúnyogírtás nem az önkormányzat feladatköre, ezt tudni kell. Tehát mi ezt, ha úgy tetszik, szívességből tesszük a lakosok felé, mert az állami feladatot a katasztrófavédelem hát nem panasz nélküli minőségben látja el, nem is azt mondom, hogy lehet, de ugye itt a légiírtástól kezdve a alapvetően ez egy az katasztrófa védelemhez tartozó vagy állami feladat, nem önkormányzati feladat. Mi ettől függetlenül megtesszük azt, amit az állam esetleg nem. Tehát földi ködös írtást az önkormányzat rendel meg, légiírtás pedig akkor lesz, hogyha azt a katasztrófavédelem elrendel. Azért, mert mi nem tudunk légiírtást megrendelni, de a katasztrófavédelem szokott és tud földi melegködősítást is elrendelni. A katasztrófavédelem feladata az, hogy gondoskodjon a szúnyogírtásról. Ez oly sok feladat között az egyik, amit magához vont az állam. Az állam egy kis gömböc módjára mindent elvesz az önkormányzatok, nem csak pénzt, hanem feladatokat, meg hatáskört is. Építéshatóságot, egészségügyi feladatköröket, védőnöket legújabban, szúnyogírtást is. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Nézőinknek a figyelmet köszönjük. Viszontlátásra a következő héten.